Schlanger András mozgalmas nyári szünetelé néz. Javában zajlik a szabadtéri nyár programsorozata, közben pedig szerveződik a következő évad. A programterv már elkészült, 12 bemutatót láthat majd a közönség. Öt nagy színpadi produkciót tervez az új direktor, ezek közül az első a dollárpapa lesz. Molnár Ferenc az Ördög című művét Tasnári Csaba viszi színre, ebben Schlanger András is játszik majd. Sok évvel ezelőtt Ivók Robot rendezett már Nyíregyházán, a következő évadban újra visszatér. Hrabál túlságosan zajos magány című drámáját adaptálja, kifejezetten az itteni társulatra. Láthatja majd a nagyérdemű Ábrahám Pál operettjét, a Bála Szavolybant, illetve Molière tudós nők című komédiáját. A Kródi kamarában Szász János Ibzen Hedda Gablerjét rendezi, de a bucsis duó is érkezik majd a Nézőművészeti Kft. produkciójával. A direktor terve, hogy az intézmény ne csak színházként funkcionáljon a jövőben. Azt szeretném, ha az egész nyíregyházi szelleméletnek életnek valamennyire a középpontjában lenne, hogy ez egy találkozó lenne, egy szellemi találkozó hogy az emberek szívesen járnak beszélgetni, és erre lesz egy nagyszerű alkalom, hogy Pécsi Ildikóval megállapodtunk a következő évadban, és egy négy részből álló bérlecsorozatot fog csinálni, ő lesz mindig a házigazda, és ha minden igaz, akkor a nemzet színészeit fogja vendégül látni, méghozzá olyanokat, akiknek van helyi kötődésük. Számítok én Eszenyeni Hegedűs, Dégézel, de ez még nem fix nevek, de ebben gondolkodunk. Ez egy kellemes színházi este lesz, ugyanúgy beletülne a nézőtérre, de nem Színházás, hanem beszélgetés, egy kis műsor, egy kis kötetlen ismerkedés ezekkel a nagyszerű művészekkel. A fiatalokról sem feledkeznek meg. Ifjúsági életben többek között Oltamás állít színpadra egy különleges produkciót, kamaszokat érintő témákról. Az előadásban nyiregyházi középiskolások is színpadra léphetnek, nekik castingot tartanak majd. A tervek szerint irodalmi gasztronómiai esteknek is helyet ad az intézmény. Az új direktor vágya, hogy a közönség a színházba hazajöjjön és jól érezze magát.